Boldogan üdvözölték ma a kis óvisok egymást a Kecskeméti Barack Virág Evangélikus óvoda udvarán. Az intézmény első születésnapját Mihály napi vásárral és vigassággal ünnepelték ma. Az esemény egyik kiemelt vendége volt Kis János evangélikus lelkész, aki sokat dolgozott azért, hogy az óvoda mai formájában elindulhasson. Nem búcsúzom, és nem is búcsúzunk, mert ez az óvoda mindig itt lesz neked, az ajtaja mindig nyitva áll, majd előtted, és hála és köszönet még egyszer mindenért. Oda Herriett óvoda vezető megköszönte mindenkinek az egyéves munkáját és kitartását. Stábunknak elárulta, ma már 75 gyermek jár az óvodába, amiben már most túljelentkezés van. Nagy örömmel fogadtuk, amikor az evangélikus egyház jelezte, hogy szeretne óvodát. Itt állt ez az ingatlan, én azt gondolom, hogy ha itt valaki most körbenéz, akkor láthatja, hogy szintén egy 21. századnak megfelelő óvoda épült föl. Túl azon, hogy nagyon szép, ugyanakkor energiatakarékos. A gyermekeket látva ráadásul nagyon vidám hely is. A születésnapi torta megszegését követően is tartott a mulatozás. Finom falatokkal és sok játékkal.